Madarász Dóra a Szekszárd AC versenyzője teljesített a legjobban valamennyi magyar játékos közül a napokban lezajlott budapesti asztali tenisz világbajnokságon. A női világranglistán a 70. magyar asztali teniszező hölgy úgy jutott el egyéniben a legjobb 32-ig, hogy két győzelme közül az egyiket egy kínai származású korábbi Európa-bajnok ellen nyerte, és ezt követően egy világranglistás top 10-es szingapúri tudta őt elbúcsúztatni, bizonyos Li Feng. Párosban Perger Szandrával is megnyertek két meccset, és már a nyolcad döntőben voltak, amikor a második helyen kiemelt kínai kettőssel meccseltek, és a papírformára cáfolva meg tudták nehezíteni dolgukat, egy szettet el is vettek tőlük. Kitűnő mérkőzés volt, káprázatos labdamenetekkel. Szerintem az volt, azért tudtunk ennyire partiba lenni velük, mert a taktikát azt szigorúan betartottuk, és szerintem mertünk kockáztatni, ez nagyon fontos volt, és működött is. És szerintem a nagy, hosszú labdamenteket mi tudtuk megcsinálni, aminek nagyon örülök. Korábbi EB bronzérmes páros másik tagja is úgy érezte, lehet keresni valójuk már legközelebb, akár a jövő évi olimpián, ha összekerülnek, vagy a következő világbajnokságon ilyen szuper kínaiak ellen, mint a mostaniak voltak. Lehetett volna, én is azt gondolom, ez szorosabb a második és a negyedik szettet, hogyha elcsípjük, ugye 9 és 10 volt, érdekesebb lett volna azért a meccs, hogyha ők is azért egy kicsit jobban izgulnak, de nem baj, most már tudjuk, hogy ott vagyunk velük partiba, és legközelebb hát a szoros, még szorosabb lesz. Szerencsefaktor is segítette őket. Igen, én is azt gondolom, hogy ez egy nagyon magas színvonalú mérkőzés volt. Ugye Kína ellen nagyon nehéz játszani, hiszen nagyon-nagyon tudnak pingpongozni, de mi abszolút partiba voltunk velük, és nagyon büszke vagyok magunkra, mert nagyon nagy meccs volt. A Madarász Pergel 2 és a következő egyéni és páros VB-ig biztosan együtt marad, Dóri már most ősszel egy francia csapatban folytatja pályafutását. Így van, hál' Isten, egy nagyon jó klubot találtam kint Franciaországban, és hát igen, ugye Szekszárdon 5 év, ezzel együtt 5 évet töltöttem, de ideje tovább lépni. Külföld nem jön szóba, abszolút Magyarországon? Jövőre még biztos, igen, hogy Magyarországon fogok játszani. Néha úgy hozza a sors, vagy éppen a sorsolás a hazai kiemelt egyéni és csapatversenyeken, hogy egymás ellen is játszanak éles meccseket. Ezek mindig nagy-nagy presztízs csaták. Erre legközelebb júniusban kerülhet sor, amikor várhatóan a Szekszárd Budaörs csapatbajnoki döntőben találkozik a két csapat. Nagy valószínűséggel az egyesben és a párosban meccselnek majd, az utóbbiban mindenképpen, az utóbbi évek legsikeresebb magyar női párosának, a Perger Madarász kettősnek tagjai.